Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt miniszter úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim! Az országgyűlés 2021. november 9-i ülésén fogadta el Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes úr törvényjavaslatát, mely az adatváltozás kezelési szolgáltatás bevezetésével, továbbá az állampolgárok adminisztratív terheinek csökkentésével összefüggő egyes törvények módosításáról szól. A régi törvény az 1992. évi 66-os törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint a lakóhely fogalmi eleme az életvitelszerű ottlakás. Az új szabályozás azonban megszünteti az életvitelszerű ottlakás kötelezettségét. Eszerint a lakóhely az a lakás vagy szállás címe, amely a polgár állammal, továbbá a természetes és jogi személyekkel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel való hivatalos kapcsolattartása, valamint a lakóhelyhez kötött jogai és kötelezettségei megalapozásául szolgál. Az indokolás tartalmazza a törvényi javaslat indokolása, hogy a KSH szerint a magyar lakosság 6,37%-a, azaz körülbelül 625 ezer fő nem a bejelentett lakcímén él. Ezek szerint két lehetőség van az országgyűlés előtt. Egy, a törvény betartatja, kettő, legalizálja a törvénytelenséget. Önök emellett döntöttek, és a kétharmados többség a törvénytelenséget legalizálja. Hogy miért is probléma ez? Akár a költségvetési csalásokat is legalizálják ezzel? Ugyanis az önkormányzati normatíva megállapítása is fiktív, azaz nyilvánvalóan valótlan adatok alapján fog történni. A polgármesterek fizetését is a lakossághoz kötik, tehát ez is nyilván valótlan adatok alapján kerül megállapításra. De itt van, amiről már rengeteget beszéltünk, az ukrán kisnyugdíjasok problémája, akik 2-300 000 forintos nyugdíjat is vesznek fel. Mit gondol erről, miniszter úr? Helyén való ez a törvénytelenség legalizására? Várom megtisztelő érdemi válaszát. Köszönöm szépen, Gyüle Csaba képviselő úr. Válaszadásra megadom a szót Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter úrnak. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Egy új műfajt kíván a képviselőtársamot bevezetni az országgyűlésben, ez pedig az, hogy a parlamenti vita valamiért nem volt megfelelő, hiszen ennek a törvényjavaslatnak egy hónapon keresztül rendes eljárásban itt volt a parlamenti vitája. Önök nemhogy nem kifogásolták ezt a rendelkezést, hanem nem is szavaztak ellene. Önképviselő tartózkodott akkor, amikor erről a törvényjavaslatot szavazni kellett. Kétség kívül ennél volt helyesebb álláspont, mert az egész LMP frakció megszavazta a javaslatot. És az ellenzék nevében felszólaló egyetlen képviselő, aki vitában felszólalt, a Magyar Szocialista Párt képviselője, pedig támogatásával biztosította a javaslatot. Kétség kívül, na de ne arra ugyan képviselő, ennyire én nem vagyok rossz véleményen önökről, mint ön a saját csapatáról, még lehet, hogy ez az új igazolásoknak köszönhető, hiszen a helyzet az, hogy egy parlamenti vitában ki lehet fejteni az álláspontot, a bizottsági üléseken is. Egyetlen szót sem szóltak. Azért nem szóltak egyetlen szót sem, mert önök is tudják, hogy ennek a javaslatnak semmi köze nincs a választásokhoz, semmilyen köze nincs a választásokhoz. A választás rendjelleni bűncselekmény minden olyan cselekményt, ami ezzel kapcsolatban fölmerül, szigorúan a BTK szabályai szerint büntet. Önök új szövetségeseik hatására azt követően, hogy Soros György egyik szervezete írt egy cikket, beálltak a sorba és elkezdtek tiltakozni az ellen, amit nem elleneztek, egy szóval nem kifogásoltak, vagy akár meg is szavaztak. Nem javaslom ezt a magatartást, hogy azt sem, hogy 700 000 embert, aki szerintem egyébként nem 700 000, csak hivatalos KSH statisztikában ezt található, hanem mint egy 1,5 millió, azt úgy gondoljuk, hogy jogállásán jár el, mert amikor elmegy Londonba, akkor itt megtartja a lakcímét. Ez nem helyes, a szabályozás jó volt, ezért nem kifogásolták, kár, hogy azóta új utasítást kaptak, és ezt szerint járnak el. Köszönöm, figyelmet. Köszönöm szépen, Gulyás miniszter úr. Viszont válasz adom meg a szót képviselő úrnak. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt miniszter úr, az új jogszabály megszünteti a büntethetőségét a fiktív lakcímek tömeges létesítésének, és ezzel a választási csalásokat kívánják önök törvényesíteni. Láttuk már
láttunk már hasonló javaslatokat önöktől, ilyen volt már, volt javaslat a láncszavazások törvényesítésére, a voks lefényképezésének a törvényesítésére, a buszos utaztatás szervezésének a törvényesítésére. Sorozatban teszik ezeket a lépéseket. A határok mentén tömeges az átjelentkezés. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének a lakossága minimum 20 ezer fővel nőtt meg, de már valószínűleg sokkal többel a fiktív lakcímek alapján. Most ezt kívánják önök legalizálni? Itt van például Kispaláda 2014-től 16-ig 623 főről 1328-ra nőtt a lakosság, ez a plusz 700 fő sehol nem található. Egy-egy lakásban több százan jelentkeznek be, de ravatalozóba is, tejcsarnokba is vannak tömegével bejelentkezve emberek. Mit gondol erről, miniszter úr? Az új törvény a 2022 évi fideszes választási csalások legalizálását szolgálja? Köszönöm szépen, képviselő. A viszontválasz megilleti a miniszter úrat is. Abban az esetben gondolom ezt, hogy ennek a választási csalások támogatói. Kizárólag ebben az esetben, hiszen még egyszer mondom, képviselőnök, egy szót nem szóltak a szabályozás módosítása ellen, azért, mert mindenki egy szakmailag indokolt, nem a valós helyzetet megváltoztató, hanem ahhoz igazodó szabályozásnak tekintette. Amikről ön beszél, azok pedig, hogyha nem azért történnek, mert általában baloldali, az önök szövetségeseinek kormányzása idején, baloldali kormányzás idején néptelenedik el a vidék, hanem hogyha arról lenne szó egy-egy esetben, hogy a választás miatt annak véleményét befolyásolandó jelentkeznek be egy lakásba, az választás rendjárni bűncselekmény, tehát akkor a továbbra is változatlan tényállás mellett a már ismert büntetőjogi klauzula alkalmazható. Végül felhívom még a figyelmét arra, hogy az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítéletei kötik Magyarországot. Lehet, hogy ez jó vagy rossz, de nemzetközi egyezményt kell felmondani, hogyha rossz. Viszont a szavazat lefényképezésének a nyilvánosságrahozatala az szerintem is egy baromság, hogy így egymás közt is nyíltan beszéljük. Csak az a baj, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága úgy döntött, magyar kutya, vagy kétfarkú kutyapárt indított pert a magyar állam ellen, hogy ez nem szankcionálható. Tehát vagy felmondjuk, korábban ez nem állt volna távol az önök véleményétől, de vagy felmondjuk egy nemzetközi egyezményt, és nem tartjuk be az Emberi Jogok Európai Bizottsága döntéseit, vagy pedig nem tudunk máshogy eljárni. Szívesen várjuk a tanácsait.